mindenféleképpen készültünk arra, hogy egy nagyon ambiciózus és fiatal csapat van itt Debrecenben, egy lendületes, nagy sebességgel játszó kis alakulat, szerintem fegyelmezettek, rendben vannak, úgyhogy megpróbáltuk kielemezni azokat a lehetőségeinket, amik ugye itt lehetnek. Megpróbáltunk fölkészülni, én úgy érzem, hogy becsülettel tettük, úgyhogy remélem, hogy látszik majd az eredményen is. Amikor az alapszakasznak vége, akkorra kell nekünk egy olyan szintet elérnünk, egy olyan futszáltudás birtokába jutni, hogy bent tudjunk maradni az első osztályba. Ebben természetesen vannak hullámvölgyek is, hál' Istennek a hullámhegyek eddig nagyobbak voltak, és remélem, hogy ezen a mai mérkőzésen tudjuk bizonyítani, hogy ez egy kis hullámvölgy volt, amiben vele kerültünk. Az ötödik Deac két vereség és egy kupakiesés után fogadta a legutóbbi fordulóban győző, de csak 8. Veszprémet, így egy kiszámíthatatlan mérkőzésre volt kilátás Debrecenben, hiszen ez a találkozó a stílusok csatáját is hozta. Fiatalok vagyunk, és mindenki úgy megy, ahogy a csövön kifér, annyit fut, amennyit tud, hogy jól elfaradjon egész meccsen, és szerintem az idősek ellen ez kijön mezőny munkában, hogy ugye, hogy többet futunk. És ugye ők viszont a rutinnal tudnak az eszünkön túljárni. Végül a sötétmezes Deac került előnybe a 15. percben Kántor Tamás révén. Igazából az történt, amit elterveztünk, és meg arra is felkészültünk, vagy beszéltünk legalábbis róla, hogy ez a pálya nagyon tapad és ragad, úgyhogy próbáljunk meg ott azon a területen egyszerűen játszani, hát ebből kaptuk a gólt sajnos. Ideje azonban még volt Frank Tamás csapatának, amely a nyitó fordulóban 4-2-re kapott ki a Deactól. A 28. percben ki is egyenlítettek a bakonyiak Somogy István öngóljával, majd a hajrában úgy nézett ki, hogy győzhet a Veszprém. Tatai József ugyanis megszerezte 7. gólját a bajnokságban, de nem sokkal később már jött is az egyenlítés Tóth Attila révén. Tudtunk vezetni az utolsó 3 percbe, de megint kaptunk egy olyan gólt, ami igazából elkerülhető lett volna. Mi? Az a legnagyobb probléma, hogy minden meccsen megvannak nekünk ezek a hibák. És így nem tudunk sikeresek lenni sajnos. Most ez egy ilyen fél év, legalábbis ezt látom én. Az eredmény már nem változott, ezzel a 2-2-vel pedig a debreceniek továbbra is 7 ponttal előzik meg a Veszprémet. Talán egy kicsit a görcsösség bennünk volt, ezért előrefele az egyéni dolgokat nem igazán vállalták be. A taktikai dolgokat végrehajtották, mentek ahova kellett, csak ahova egy kis egyéni képességet, egy kis egyet kellett volna beletenni, egy kis vagányságot, azok talán egy kicsit elmaradtak, de bízok benne, hogy ettől az eredménytől újra visszatér belénk ez a úgynevezett vagányság. A Deac a Berettyó Újfalóhoz utazik, míg a Veszprém a Nyírgyulajt fogadja a következő fordulóban.